Sajnálatos rossz mozdulatot következtében a lábfejemen egy csont elrepett, vagyis hát az orvosok diagnózisa szerint ilyen fáradásos törőt szenvedett, ami sajnos 4-6 hetet vesz igénybe, hogy a csont összeforjon rendesen. Edzőtábor végén telik le a 4 hét, ami azt jelenti, hogy majd egy röntgent vagy egy MRI alapján majd egy újabb diagnózist fog a doktor úr felállítani, és megmondja, hogy mennyire forrt össze a csont, remélhetőleg a legrövidebb idő alatt össze fog forni, és a legelső diagnózis az lesz, hogy már leveltem ezt a rögzítőt magamról, és akkor elkezdhetem a szépen lassan az edzéseket a rehabos tábbal, Szilúval és a Katával. Az első egy-két hét az nagyon rosszul telt, úgy érzem, hogy kicsit magamban roskadtam, úgymond. De aztán szépen lassan elfogadtam, hogy hát ez van, most már innen csak felfele lesz az út, megpróbálom kihozni belőle így is a maximumot. Hála Istennek azért így, hogy kint vagyunk a szakmai stábban, meg a rehabos stábban, tudom azt a munkát végezni, amit megengednek. A felsőtest erősítés, a lábamat is tudom hála Istennek kicsit erősíteni annak érdekében, hogy ne essen össze annyira. Annyi, hogy a rögzítő miatt azért a vádlim egy kicsit összeesett ahhoz képest, amilyen volt, szóval azon majd kell dolgoznunk, de a doktor úr megengedte a biciklit is, szóval az egy plusz dolog, amit bele tudunk csempészni az edzésekbe. Az első egy-két hét tényleg az a megszokás volt, ezzel kell aludnom, szóval az első egy-két éjszaka az nagyon úgy telt, hogy keveset aludtam éjszaka, de aztán egyre jobban megszoktam. Hála Istennek most már megszoktam, de remélhetőleg minél hamarabb lekerül rólam, és akkor tudok normális életet, normálisan sétálni, normálisan kocogni majd. Tényleg a legfontosabb az, hogy teljesen összeforjon a csont, és tudjak normális teljes értékű munkát végezni már. Hazaérünk az edzőtáborból, akkor következő héten meg is csináljuk azt a röntgent, és ha lekerül, akkor úgymond elkezdhetem a kocogást. Szülőjék és a rehabostáb azt mondta, hogy onnantól kezdve még egy 2-3 hét velük, és talán utána becsatlakozhatok a csapathoz. Hála Istennek nagyon jó időnk van, minden nap úgymond én megcsinálom a délelőtti munkát a rehabostábbal, utána megnézem a délutáni edzést. Sajnálom azért, hogy a csapathoz nem tudok csatlakozni, azért így kívülről fájó, hogy nem tudok velük edzeni, és nem tudom azt a munkát végezni, amit ők csinálnak. Ez a sérülés most rosszkor jött, de megpróbálok belőle mindent kihozni, hogy mi hamarabb a pályán lehessek újra.